Ideje lenne, ha a baloldal befejezi az orbánozást és a keltést. Így látja Ungár Péter az NMP frakció vezetője. A baloldali összefogás színeiben parlamentbe került politikus az M1 reggeli műsorában ismét arról beszélt, hogy a baloldali politikusoknak felelősséget kell vállalniuk és levonni a tanulságot a választási bukásból. A hétvégén egyébként tovább folytatódott a baloldalon az egymásra mutogatás a vereség miatt. A jobbik a összefogással összefogással ő maga is hibázott, az gondolom a tavalyi évben, meg ugye azóta is láthatóan túlszoros ez a partnerség. Még a választási vereség éjszakáján több baloldali pártvezető is élesen támadta Márkizai Pétert, mostanra már a hódmezővásárhelyi polgármester sem kiméli volt szövetségeseit. A saját pártépítésén munkálkodó bukott miniszterelnök jelölt ugyanis múlt pénteken, épp a Jobbik tisztújítása előtt egy nappal Jakab Péter hibás politikáját emlegette egy velen Cén megtartott fórumán. Előtte pedig a DK vezérének Gyurcsány Ferencnek üzent Lázár János Fideszes képviselővel megtartott közös sajtótájékoztatóján, hogy már nincs miről beszélgetniük egymással. Az ő nyilatkozataiból következik talán az, hogy nem is hiszem, hogy szeretne beszélni éppen. Nem, őszintén szóval. Gyorsány Ferenc ezúttal nem szólt vissza az általa lekapitányozott, majd az ellenzék hajóját szerinte rossz irányba kormányzó Márkizaj Péternek. Helyette a Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke vette fel vele szemben a kesztyűt. Molnár Csaba először azt írta a közösségi oldalán: MZP együttműködik a ner -rel. majd lehazugozta volt jelöltjüket, amiért Márkizaj Péter több D.K. polgármestert is kollaborációval vádolt meg. Azt is írta Molnár, vajon a tőle megszokott bizonyítékok nélküli vagdalkozás folytatódik, vagy tudatosan állít hazugságokat Márki Zaj. Ítéljétek meg ti, de egy biztos, akármi is az indítéka, a hazugság hazugság marad. De a baloldali adókapokba bekapcsolódott az MSZP volt elnök helyettesek Gőgös Zoltán is, aki szerint Márkizai Péter csak egy piti bosszú álló. Legalábbis ez olvasható ki abból a posztból, amit a Mandiner vett észre és a magyar nemzet szemlézett. A szocialista politikus ugyanis nemrég hódmezővásárhelyen járt, és az eseményről hazatérve azt írta. Nem demokrata az a vezető, aki miután nem tud többséget szerezni az elhatározásához, piti bosszút áll korábbi szövetségesén. Gögő Zoltán ezzel arra utalt, hogy Hódmezővásárhely polgármestere a választás utáni első közgyűlésen kísérletet tett arra, hogy leváltsa kis Andrea mszp s polgármestert, de ehhez nem kapta meg a helyi képviselőktől a szükséges felhatalmazást. A magyar embereket rettentően unja az, hogy szerintünk kinek van hely a koalícióban, kinek nincs, ki kivel akar és nem akar összefogni. Az LNP megpróbálta levonni a választási bukásból fakadó tanulságokat. Ungár Péter a párt frakcióvezetője mindezek alapján is úgy látja, egy rendszerkritikus zöld pártra továbbra is szükség van a magyar politikai palettán, ehhez azonban szerinte vissza kell térni az alapokhoz nem a koalíció kötés ténye, nem is az előválasztás, nem mint az előválasztás hibái, meg ilyenek is voltak, és nem is a miniszterelnök jelölt személye a lényeg ebben, hanem az, hogy a magyar emberek végre az Orbánozáson kívül és a hisztérián kívül lássanak egy nyugodt, higgadt alternatívát. Az LMP az áprilisi választáson négy politikust tudott a parlamentbe juttatni. Frakciója tehát nem a szavazópolgárok akaratából lehet a zöld pártnak, hanem azért, mert Jócsány Ferenc dékája egy képviselői helyett átengedett a számukra.